Hatalmas lángokkal égett ez a kőteleki ház. Az anyagi kár is jelentős. A tűzeset részleteiről Németh Ádám a Jászhegyszékhelyen Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője adott tájékoztatást riporterünknek. Kigyulladt egy 75 négyzetméter alapterületű lakóház, valamint a hozzáépített melléképület kőtelken az Aradi úton. Az esethez a szolnoki hivatásos, valamint a kőteleki önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították az ingatlant, majd három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Munkájuk során két gázpalack is felrobbant. Az épületben összesen három ember élt, ők nem maradhattak otthon, rokonok szállásolták el őket. Ez az utcában élő nő is látta a hatalmas tüzet. Úgy valami furcsa zajt hallottam, és utána kinéztem az ablakon, és láttam, hogy itt a szomszédba ég a ház hátulján a tűz. És kijöttem az utcára, és egyre előrébb terjedt a tűz. A házban a tulajdonos és gyermeke is bent volt, amikor az kigyulladt. A kisfiú vette észre a tüzet, így szerencsére időben ki tudtak menekülni onnan. Olyan volt, mint egy tűzi játék, minden durogott, és mikor a kisfiam észrevette, hogy anya, gyere, szaladj, mert ég a ház, akkor ára már a tető is lángokba állt minden, úgyhogy egy óra alatt, óra leforgás alatt le is égett minden. A hölgy azóta is a történtek hatása alatt van. Hozzátette, hogy ezt feldolgozni nem lehet, nem tudja, hogyan tovább. Hivataltól meg a tűzoltóság épületébe kaptunk elszállásolást, úgyhogy majd most megkapunk egy lakást, ahova el tudunk majd menni, hogy amit menthető, azt mentjük, és utána nem tudom, mi lesz a háza. A házban élőknek tehát ideiglenesen segítséget nyújtott az önkormányzat, de mivel szinte mindenük odaveszett a tűzben, szívesen fogadnak bármilyen anyagi segítséget, támogatást, felajánlást ebben az embert próbáló nehéz helyzetben.